Épp az új garázsába tolat be a mentőautó Bonyhádon. A fedett, zárt parkoló létrejöttét a Völgységi Város szervezetei, segíteni akaró civilei és a helyi önkormányzat támogatta. Azok az autók, amelyek most itt rendelkezésre állnak, nem fértek el a meglévő garázsban, ezekkel lehet úgyban gondolkodni. Hogy mennyire lesz ez végső megoldás, azt nem tudom, de jelenleg arra jó, hogy ezek a gépjárművek itt maradtak, a bonyhádi mentőszolgálat használja továbbra is, annak érdekében, hogy a lakosságot a lehető legmagasabb színvonalon el tudják látni. A mentősökre a járványhelyzet idején még több feladat és nagyobb felelősség hárul, így amivel tudják, az országos mentőszolgálat vezetői is igyekeznek bajtársaikat segíteni. Csató Gábor, az országos mentőszolgálat főigazgatója elmondta, tárgyalások folynak a további bonyhádi fejlesztésekről. Az elmúlt két évben komoly fejlesztések történtek nem csak a bonyhádi mentőállomáson, hanem az országos mentőszolgálat számos pontján. Ennek egy részállomás ez a garázsátadás, de tovább gondolkozunk abban, hogy akár egy új bonyhádi mentőállomás is épüljön a közeljövőben, hiszen még méltóbb körülmények között lehetnek akkor a bajtársaim. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt az eseményen. Elárulta, hogy több az országos mentőszolgálattal közös projektjük fut Tolna megyében. Remélem azt, hogy az országos mentőszolgálat az én választókörzetemben is tovább tudja segíteni az ítélők munkáját azáltal is, hogy új mentőállomást tudunk építeni Dombováron. Ennek az előkészületei megkezdődtek, én nagyon remélem, hogy egy éven belül ez az új mentőállomás el is fog készülni. A bonyhádi mentősök 19 településen látnak el szolgálatot.